Szabadhegyen már most is vannak térfigyelő kamerák, csak úgy, mint a város több más pontján. Most újabb 8 kamerát szerezve az önkormányzat, amelyek nagyjából 2 hónap múlva kezdik figyelni Győrt. Hogy pontosan hova telepítik őket, azt még nem lehet tudni. Most mérik fel a szakemberek, hogy hol van rájuk a legnagyobb szükség. Egyrészt a gerinchálózat kerül fejlesztésre, ez azért fontos, mert még precízebb kamerák kerülnek kihelyezésre a meglévők helyett, ami a rendszámokat jobban tudja azonosítani, de ebből az összegből 8 új helyszínen, 8 új kamera is kiépítésre kerül a város különböző pontjain. Ezzel azt fogjuk elérni, hogy a meglévő 70 helyszínen működő 90 kamerát tudjuk tovább bővíteni, ez azt fogja jelenteni, hogy mintegy 80 helyszínen közel 100 kamera fogja figyelni a közterületeket Győrben. A beruházás több mint 16 millió forintba kerül. Ennek az egyik felét a belügyminisztériumi pályázatból, a másik felét pedig az önkormányzat költségvetéséből fizetik. Bejelentették azt is, hogy mostantól új körzeti megbízottja van Szabadhegynek és Kismegyernek Hutter Gábor főtörzsőrmester személyében. A győri rendőrkapitány Horváth Csaba azt mondta, olyan szemét szerettek volna a posztra, aki itt él, ezért pontosan ismeri a környékbeli viszonyokat. Fontos az, hogy a körzeti megbízott az itt éljen a lakosok között, fontos az, hogy lássa, hogy milyen napi problémákkal szembesülnek, fontos az, hogy lássa, hogy mik azok a, ha nem is bűncselekmény, vagy szabásértésnek minősülő dolgok, hanem mondjuk az együttélés problémái, ami a lakó között van, hogy ezekre megfelelő időben és megfelelően tudjon reagálni. A körzeti megbízott egyik alapvető feladata az, hogy kialakítsa és fenntartsa az állandó kapcsolatot a rendőrség és a környéken élők között.